Pár héttel ezelőtt még nagyban dolgoztak a fűrészek a szabadkai fatelepeken, és szénből sem volt hiány. Kedd délelőtt pedig ez a látvány fogadta stábunkat az egyik fatelepen. Pár farönk, kevés vágott fa és szinte üres széntároló. Szárított faszín pedig egyáltalán nincs. Az elmúlt 5-6 tüzelési idényben nem volt gond az ellátással. Jelenleg az egyik probléma, hogy a szerbiai szénbányákból akadozik a szállítás. A fakitermelés pedig az esők és a munkaerőhiány miatt csúszik akár heteket is. A fatelepesek szerint viszont ezek mellett más problémák is vannak. Bejelentették ezeket a kríziseket, amik várhatók úgy a gázzal, úgy a villanyárammal kapcsolatban, és az emberek egyszerűen megijedtek. Megijedtek, és most mindenki szeretné biztosítani, hogy legalább nyugodtan várja a telet, vagyis a karácsonyt és az új év ünnepeket tüzelővel, hogy legyen elég nekik. Ez azt hozta magával, hogy most egyszerűen nincs elegendő tüze, bármennyit hoznánk a telepre, az mind aznap már elfogy. A problémát tetőzi az áremelkedés is, melynek legfőbb oka az üzemanyagárak növekedése. A fatelepekre az elmúlt egy hónapban már új áron érkezett a bükk, tölgy és akácfa, 7000-7500 dináros űrméterkénti áron. Ezek minőségében már nem válogatnak. A kevés szén pedig, ami érkezik, az behozatali. Van még Tuzláról krekai szerünk a behozatali szén, ami kicsit helyettesíti a szállítottat, egy 15-20%-kal gyengébb, mint a szállított szén. Ugyanis tudjuk, a szállított szénnek az utolsó ára 14 ezer dinár körül volt, ennek az ára 12 ezer 100 dinár, amennyivel olcsóbb, annyival gyengébb minőségű is. Azt egyelőre még az hónap végéig tudjuk folyamatosan szállítani, szintén listák alapján. Stábunk a városon kívüli fatelepeken is érdeklődött. Legnagyobb meglepetésünkre az egyik csantavéri telepen épp szállításra készítették elő a szenet. Ide hétfőn 3 kamionnyi tüzelő érkezett. A Montenegró, illetve boszniai behozatalnak köszönhetően ugyanis szénből itt nincs hiány. Van 3 fajta, PV, a darabos az 13600, most ment fel az ára, akkor a dió az 12900, ahogy volt is, annyi volt eddig az ára, és van boszniai sztanári kocka, az pedig 10600. Az úgy is indult, az 3 hónapja az, tehát nem változott az ára. És van belőle. Mennyibe kerül a fa, és van-e elegendő fa? Nincs, nem tudnak annyit hozni, amennyit el tudunk adni, tehát 15500 dinár most az 1,7 köbméteres szeletőt fa be van bálátva, az 15500 dinár. Vagy a bálásfa, ilyen hulladék, az 9500 dinár a másfél köbméter. A csantavéri fatelepen is megerősítették, hogy aki eddig nem rendelt fát, az most hoppon marad, ha szárazat szeretne, hiszen az egyáltalán nincs. A fatelep tulajdonosok szerint egyébként a tüzelőhiány nem csak Szabadkán is környékén tapasztalható, hanem országszerte. Szerintük leghamarabb márciusban stabilizálódik majd a helyzet. A fatelepeken a vásárlók türelmét kérik, és azt javasolják, hogy legalább egy hónappal előbb jegyeztessék előre a megvásárolni kívánt tűzre való mennyiséget.